Szevasztok srácok, Robi vagyok a Fly Videótól, egy újabb Fly Videó vloggal. Hogyha egy picit sápadtabbnak tűnök a szokásosnál, vagy a mozgásom nem annyira délceg, az azért lehet, mert közben sérvműtétet hajtottak végre rajtam. És igen, jól gondolták, akik azt tippelték, hogy az Autel Evo 2 emelgetése miatt alakult ki ez a sérve. Na de, hogy is kerültünk ide a mai napon? Hát ja, van itt a zsebemben valami. Hopsz! Egy mini kettő. Akkor teszteljük, jó? Közben remélem, hogy rendesen hallottok engem, mert ilyen jeges szél fúj egyébként, nehogy véletlen jól érezzem magam, tehát végre gyönyörűen süt a nap, de azért befagy a hátsom. Minden esetre, amit tudni kell, ugye erről a kis tündér mackóról, az alap adatok, amivel javult a helyzet, az ugye már nem csak 2,7K-t tud, mint a Mini 1, hanem 4K-t is tud, ugye max 30 FPS, akkor elvileg itt komolyabb motorok vannak valamelyest, mert ugye nagyobb a szélállósága ennek a kis gépnek, amire ma szükség is lesz egyébként, mert komolyan jeges szél fúj, és konkrétan ahhoz képest, hogy azt hitták, hogy nem fúj a szél ma, de igen, fúj. Lehet, hogy időjárás előrejelzőnek vagy jelentőnek kéne mennem, mert én mindig pontosabban tudom ezeket a dolgokat. A következő változás az egy picivel komolyabb aksikat kaptak ezek az új gépek. Ez már 1-2 perccel több időt tud eltölteni a levegőben, ugye, ami eddig se volt rossz, tehát ilyen szempontból sok változás nincsen. Maradt ugyanaz a 249 gram, egyébként le is mértem a kettőt, és meg is mutattam, tessék. Ugye, szóval érdekes dolgok ezek, hogy vannak ilyen kis súlykülönbségek. Még az is lehet, hogy ez ilyen gyártási különbség, tehát mondjuk lehet, hogy Mini 2 és Mini 2 között is lesz pár gramnyi differencia, mert éppen a műanyag fröccsöntőgép úgy sorjázta, hogy ott változás történt. Minden esetre, ugye elvileg küszöbön áll az új EU-s szabályozás január 1-től, hogyha nem tolják el ezt is a járvány miatt, vagy a szokásos dolgok miatt, ami miatt el szokták tolni minden évben ezeket a szabályozásokat, akkor ugye elvileg ez is ugyanabban a klassz kategóriába esik, mint a Mini 1, tehát a 249 grammjával papíron. Erre se kell sok minden, nem kell majd levizsgázni, meg mindenféle engedélyeket kérni, úgyhogy egyszerűbb lesz vele repülni, mint a nagyobb kollégákkal. Ami még óriási előny, ugye, az Oculus 2-es kapcsolat a Wi-Fi helyett, egy sokkal komolyabb kapcsolat, ami egy sokkal komolyabb távirányítót is igényel. Ide is hozom a távirányítót, jó? Tadám! Ugye, ő itt a kis tündérmackó, ami gyakorlatilag szinte egy az egyben ugyanaz, mint az R2-esnek a távirányítója. Ugye egy picivel nagyobb aksi van benne, mint az eredeti mini távirányítóban. Viszont azt kell, hogy mondjam, ennyi idő után, miután az R2-t már azért pár hónapja használom, sokkal kényelmesebb, sokkal kulturáltabb megoldás ez a távirányító, mint az eredeti Mavic távirányítók, azokat már felejteném a kis kallantyúikkal, a kis beszorítós dolgaikkal. Ez itt sokkal kulturáltabb. Ugye itt van benne a kis kábel, amit előre oda készítettünk, annak megfelelően, hogy milyen telefonunk van, Apple vagy Android, vagy régi csatlakozós, ez az USB, régebbi verzió, vagy az USB-C-s csatlakozós. Ugye a távirányítót az USB-C-vel lehet már tölteni, tehát ez is egy újítás, illetve a gépet is azzal lehet tölteni, az aksikat is azzal lehet tölteni. Hál' Istennek egy fejlettebb szintre léptünk. És ugye mondtam, hogy ez gyakorlatilag szinte teljesen ugyanaz, mint az R2. Ugye ránézésre annyi különbséget látunk, hogy itt a kis RTH gomb, az még tud egy olyat is, hogy még pauzolni is lehet vele az egyes quickshotokat, gondolom én. Márpedig én általában jól gondolom, és kicsit belelóg az arcomba a kapucnim, de se baj,
Viszont a legújabb frissítésnél, legalábbis a leírás szerint, az R2-es távirányítóját is lehet használni a Mini 2-höz. Tehát gyakorlatilag adott esetben elég egy távirányító a két géphez, ha mind a két géped megvan, avagy elveszítetted az egyik távirányítót, nem kell egy újat venned, mert az R2-es távirányítóját is használhatod hozzá a frissítés után. Elvileg, mondom, nem próbáltam még, de ez van beírva a frissítésbe. Úgyhogy ugye is ennek segítségével, ennek is őrült jó kis távirányító segítségével, mondom, aki ez ellen ágál, az meg fogja szeretni, higgyétek el nekem. Elsőre nekem is furcsa volt, egy kicsit bumszli, kicsit nehéz, kicsit nagy. Ugye egy picit feláldoztunk a hordozhatóság oltárán, ugye mert a régi pici távirányítóhoz képest ez mondjuk kétszer akkora, viszont kétszer annyira jó szerintem. Maradjunk ennyibe, nyilván ízlések és pofonok, de ne akarjátok, hogy én adjak egyet. Na, szóval, és hát ugye ehhez a távirányítóhoz hozzájön még, bocs, hogy így nyitogatom, csukogatom, de ez ilyen pótselekvés nálam, és ugye a megnövekedett táv, ugye ez egy OcuSync rendszer a régi fejletlen Wi-Fi-hez képest, ugye ami óriási probléma volt a Mini 1-jel kapcsolatban, hogy gyakori volt a jelvesztés, bizonytalan volt az egész. Na most ez a távirányító, ez már feletteti ezt az egész időszakot, ez egy új időszámítás, itt nincs bizonytalanság, itt ugyanolyan jó a kapcsolat gyakorlatilag, mint az R2-nél, legalábbis én így tapasztaltam, városban is repkedtem vele, most itt kijöttem egy ilyen sztyeppére, itt is majd megnézzük egy kicsit, megforgatom, megpörgetem a gépet, és megnézzük, hogy mennyire stabil a kapcsolat, de amennyit az én tapasztalatom az az volt, hogy atomstabil a kapcsolat. Tehát ugyanúgy, ahogy az R2-vel sincsen egyáltalán semmi problémám, észszerű keretek között nyilván, ezzel a géppel sem lesz semmi probléma. Ugyanakkor azt két szipogás között szeretném azt hangsúlyozni, hogy ne úgy gondoljatok erre a kis gépre, például én most tegnap este repkedtem vele, és ez a távirányító, és egyáltalán az, hogy tényleg nagyon biztos, nagyon megbízható a kapcsolat, egy kicsit feletteti az emberrel azt, hogy ennek a gépnek milyen repülési tulajdonságai, milyen méretei vannak. Tehát akármi történik, akármennyire megbízható a kapcsolat, akármennyire sokkal komolyabb ez az egész rendszer, mint a Mini 1 esetében, még mindig egy 249 grammos kis pindurkáról beszélünk, egy kis szerkezetről, amit adott esetben igenis elfúj a szél. Ez jobban bírja a szelet, elvileg, azért gyakorlatban mégse gyepáljuk annyira magabiztosan, mert megvannak a határai ennek is, és nyilván előfordulhat, hogy már ő sem bír a széllel. Tehát ez sem szélálló. Én egyébként az R2 jobban bírja a szelet, mint a Mini 2 papíron is. Mégse viszem nagy szélbe reptetni, mert egyrészt nem kockáztatok, másrészt pedig nehezebb úgy szép videófelvételeket, szép fotókat készíteni, hogyha lögdösi a szél össze-vissza, és szerencsétlen gép azon erőlködik, hogy megmaradjon stabilan. Jó, úgyhogy és még ezzel kapcsolatban, amit szerettem volna mondani, illetve hát összefügg ezzel, hogy a Mini 2-vel se törekedjetek. Én tudom, hogy vannak ilyen rekordok már most, 5 kilométeres távok hasonlók fönt a neten. Ne kezdjetek el távolsági rekordokat döntögetni. Gyakorlatilag én is csak észszerű keretek között fogom itt elküldözgetni, hogy tényleg azt nézzem meg, hogy mennyire stabil a kapcsolat. De nem szeretnék ezzel távolsági rekordot dönteni, nem szeretném megnézni a legvégét a hatótávjának, mert ez egy pindurka kis gép, szélfúvallat elviheti, nem tud hazaérni, mert nincs annyi ereje, tehát na, mégiscsak ahogy így, szóval kézbe veszel egy R2-t, és kézbe veszel egy Mini 2-t, és érezni fogod, hogy melyiket mered messzebbre küldeni. Jó, tehát gyakorlatilag még ami kicsi változás van, és egy kicsit bosszantó is egyébként a különbség, hogy itt a propellerek színe-szín jelzése is változott egy picit. Nem annyira egyértelmű, hogy melyiket hova rakja az ember, úgyhogy ez okozhat majd fejtörést valakinek, tehát itt nem azok a más színkódok vannak,
ezt is meg kell nézni a leírásban, és oda kell figyelni rá, hogy a megfelelő helyre megfelelő szárnyak menjenek. Nyilván, ha az ember szépen óvatosan használja, akkor elvileg túl gyakran nem kell őket cserégetni. Én például az R2-t még soha nem cseréltem, de mondjuk volt 2 évig R1-em, és azon sem cseréltem soha a propellereket. Srácok, megnézzük a Mini 1-et és a Mini 2-t, mind felvételi minőségben, mind stabilitásban, megbízhatóságban, itt ugye a light-ös kis szélben, ami van. Nem mondom, hogy ezzel valami atomizmos szélteszt tesz, de azért valamennyit lehet majd érezni belőle. Megnézzük, hogy teljesít, jó? Hajrá! Ahogy rögtön látszik, a Mini 1 így indult weak szignállal, állítsam be az antennákat, tehát azonnal már is kapcsolati problémái voltak itt a semmi közepén. Oké, hogy vannak néhol itt villanypóznák messze-messze nagy messzeségben, de hát azért mégis illett volna szebben intézni ezt az egészet. Picit itt belegyorsítok, és itt majd látni fogjátok, hogy a villanypózna, illetve a villanyvezetékek közelében konkrétan majdnem megszakad a kapcsolat, tehát ott látszik, már megyünk is pirosba, amikor elmegyek a vezetékek fölött. Majd utána szépen visszakúszik a jel, de elmondhatom összességében, hogy folyamatosan bizonytalan volt, folyamatosan jelvesztés határán volt többször is, és hát nyilvánvalóan látszik, hogy a vezeték megzavarta. Ugye ez még mindig a Mini 1-es, 27K, ezt ugye fölhúztam 4K-ra, mert a végső videó 4K-ban készül. Na most ehhez képest a Mini 2 felvételei így néztek ki. Ugye nagyjából indulunk végig atomstabil jellel, végig hibátlan jellel. Ugye itt is ugyanazt az útvonalat jártam be nagyjából, a Mini 1-el sem mentem kilométerekre, a Mini 2-vel sem fogok kilométerekre menni. Itt megint csak elmegyünk a vezetékek fölébe is, gyorsítom itt egy kicsit a műveletet, és ahogy itt látszik, az égvilágon semmi problémája nincs a vezetékekkel. Itt, ahol a Mini 1 már majdnem szakadt gyakorlatilag, itt meg se kottyan neki az elektromos vezeték. Ugye ez az Oculus-in 2-esnek ezek az előnyei többek között. Majd utána én még elcsászkáltam vele 800 méterre, ugye itt vannak visszafelé a villamos vezetékek, jobban látszanak. Én olyan 800 méterre elcsászkáltam vele, hetet hét határon túl, össze-vissza itt a mezőn, és meg se nyekkent neki egyáltalán. Mondom, a Mini 1 az még a szél miatt is kaja vált, konkrétan. A Mini 2-nek egyetlen egy szava nem volt, egész végig pedig voltak nagyobb szél fuvallatok. Semmit nem szólt, atomstabil volt a kapcsolat, és itt látjátok ugyanazt az utat bejártam vele, mint a Mini 1-el, és mindjárt megmutatom fej-fej mellett a két felvételt, a Mini 1 és a Mini 2-es felvételét. Még amit ugye nem említettem a Mini 2-vel kapcsolatban, ami nagyon fontos, egyrészt, hogy már nem DJI Mavic Mini, hanem csak simán DJI Mini 2, ugye ez nagyon fontos, hogyha szeretné néven nevezni az ember. Egyébként pedig belekerült a RAW funkció, ami ugye nagyon sok fotósnak nagyon nagy öröme, mert eddig a Mini 1 csak sima JPEG-et tudott lőni, az pedig gyakorlatilag egy ilyen, hát nagyon kevés játék lehetőséget biztosít az embernek, egy JPG az sokkal kevesebb információt tartalmaz, mint egy RAW, egy nyers, úgynevezett nyers fájl, ami ugye az angol elnevezés a RAW, de ugyanakkor egy DNG kiterjesztésű fájlt tartalmaz, amit ugye Photoshopban, Lightroomban nagyon sokféle helyen meg lehet nyitni, és lehet utómunkázni szépen, már aki tudja, hogyan kell. De minden esetre sokkal több lehetőséget rejt, úgyhogy ez egy nagyon nagy hiányosság volt a Mini 1-nek, és ezt kiküszöbölték. Visszatérve még egy pillanatra a videó tudására a Mini 2-nek,
Ahogy az R2-ben is ugye ez egy új funkció volt a legújabb frissítésekkel, a zoom funkciók, itt is megtalálhatóak a zoom funkciók a Mini 2-nél. Hála Istennek, ugye, amire azt írják, hogy 4K-ban kétszeres loss lesz, tehát veszteségmentes, szerintem nem, csak emberi szem számára nem annyira látható, de az azért veszteséges, mert digitális, gyerekek, nincs benne zoom objektív, tehát kénytelen digitális lenni. Nyilván úgy veszteségmentes, hogyha 4K-ból bezoomolsz, majd a végén nem 4K-ba rendereled ki, hanem mondjuk, ha kétszeresére bezoomoltál, akkor mondjuk 2,7K-ba kirendereled, akkor veszteségmentes, ezt aláírom. Egyébként meg nem. Bocs, hogy szipogok, de egyszerűen végem van, megfagyok. Nem erre készültem. Ugye, ami nagyon fontos, a téli videózásos filmemben, ahogy leírtam, hogy nagyon-nagyon fel kell öltözni, mert itt fogsz dekkolni egy jó ideig, főleg, hogyha vlogolsz drónokról. Még annyit szerettem volna megmutatni, hogy én hogyan szoktam becsattintani a távirányítóba a telefonomat, mert ugye ez egy ilyen kis trükkös történet. Ahhoz megkérem a kamerát, hogy veszítse el az arcomat fókuszügyileg. Nem nyert. Ez makacsú ragaszkodik az arcomhoz. Mindegy, akkor majd az arcom elé teszem a távirányítót. Szóval én fogom a kis telefonomat, és így beszorítom ide a felső pöcökbe, majd utána két ujjal felnyomom, és tadám, kész. Megtörlöm a tányért, feldobom a tányért. Hoplá, ugye? Természetesen előtte már a kábelt ki kell húzni a helyéről, ugye a megfelelő kábelt, és már készen is vagyunk. Tírará! Ha! És amit még észrevettem a Mini 2-vel kapcsolatban, olyan kis diszkrét a csippanása, amikor felhergeli magát, amikor bekapcsolod, hogy sokkal kellemesebb, mint a Mini 1-nél, ugye az ilyen. Mindenki odafigyel a környéken, a Mini 2-re nem figyelnek oda, az csak egy kis szívhez szóló kis ökörnyál, vagy pókháló, vagy mi van, ezeket állandóan összegyűjtöm, meg lefejelem. Srácok, a helyzet a következő. Még engem is meglepett, pedig engem nagyon nehéz meglepni, hogy mennyire jó ez a kis gép. Komolyan mondom, hogyha nem lenne R2-m, akkor nagyon-nagyon meggondolnám, hogy Mini 2-t vegyek-e, vagy R2-t. Komolyan mondom, most ár-érték arányban ez nagyon-nagyon rendben van ez a gép. Ez a Mini 1-nél sokkal jobb, sokkal stabilabb, sokkal ez a távirányító is, az Okusyn 2 is, a 4K is nagyon nem mindegy. Van ravunk, gyerekek, hát mi baj lehet? Nincs egy darab szenzorunk se, de hát mondjuk csak nyilván lefelé van, az az 1-esnél is volt. Szóval akadály elkerülés az a pilótán múlik, de a gyerekek valamit valamiért. Ugyanakkor 249 gram, gyakorlatilag észre se veszem, hogy a kezemben van, zsebemben van, és elküldhetem bárhova, mert meg se nyikkan. Elküldtem 4-500 méterre, most sőt, már nem tudom, 700 méteren voltam, és egy semmi, tényleg tökéletes volt az egész, míg a Mini 1-et ugyanitt elküldözgettem pár száz méterre, és már rögtön hisztizett, hogy interferencia van, meg stb., meg hogy gyenge a jel. Úgyhogy gyerekek, össze sem lehet hasonlítani, tehát tényleg ugyanaz a feeling, mint az R2-nél. Tök ugyanaz a feeling, teljesen. Csak hát nyilván az ember jobban aggódik emiatt a pici miatt, leginkább a szél miatt, de az akadályok miatt is, mert hát ő nem kerül ki az akadályt, ezt neked kell megoldanod. Tehát ha rendesen beállítod az RTH magasságot, odafigyelsz, okosan csináld a dolgokat, nem nagyon lehet probléma itt, szóval gyerekek, nagyon-nagyon meglepő, megdöbbentő már-már, hogy mennyire masszív, mennyire jó minőségű ez a kis gép. Nyilván hát az a kis fröccsöntött műanyag része, hát az a kis műanyag ajtó, ami becsukódik az aksinál. Nem mondom azt, hogy egy ilyen bombabiztos design csúcsa, de gyakorlatilag hát mit akarunk? Hát ezért ilyen könnyű ez az egész, mert ilyen kis könnyű anyagokból van összeszerelve. Úgyhogy srácok, ha az én véleményemet kérdezitek, hogy valaki vegyene ilyet, vagy érdemes-e Mini 1-ről váltani, én azt mondom, hogy igen. Nyilván embere válogatja, hogy ki mire használja
a dolgait, de ez a kettes, ez valami zseniális, úgyhogy én mindenképpen javaslom. Sziasztok! És nem nagyon találtam hibát benne, nyilván ismerjük a gyengeségeit, de még egyszer mondom, valamit valamiért, ha az ember nem akar egy vagyont elkölteni, és mégis akar egy eszméletlen, hogy bármikor előkapható kis gépet, amit bárhova elraksz a hátizsákodba, zsebedbe, észre se veszed, hogy ott van, nyilván a távirányító ezen ront a helyzeten egy kicsit, ugyanakkor viszont egy csomó jó tulajdonságot nyertél a távirányító miatt. Úgyhogy, srácok, lenyűgöző kis gép, tényleg, le a kalappal. Úgyhogy sokan úgy voltak vele, hogy most minek, ez egy ilyen ráncfelvarrás és egy ilyen fél megoldás, és most miért volt erre szükség, miért nem inkább a Mavic 3-at hozták ki, vagy valami hasonlót, a Phantom 8-at, és én azt mondom, hogy ennek volt értelme. Ez bezár egy olyan piaci rést, ami, vagy befoltoz, amire igenis szükség volt, mert egy csomó olyan hibát kijavítottak benne, amit konkrétan jeleztek a felhasználók, hogy ez probléma. Tehát hallgat a felhasználókra, odafigyel a felhasználókra, és mégis 249 grammon tartotta ezt az egészet, úgyhogy tele van jó dolgokkal, tele, tényleg. Úgyhogy gyerekek, le a kalappal. No, hát ennyi lettem volna mára. Ha még valami eszembe jut, azt majd otthonról az íróasztalomtól, tudjátok, amikor a fülbevalót beraktam a kilincsbe, még hozzáteszem. Na kérem. Tényleg most porszívózik? Szóval, srácok, ez a kis videó nem jöhetett volna létre a Duplitech Kft., illetve a DJI ARS segítsége nélkül, úgyhogy óriási köszönet nekik, ők biztosították a két minit nekem. Úgyhogy a továbbiakban is várhatóak még tesztvideók a folytatásban, ezután a videó után, éjszakai felvételek, és a többi, úgyhogy legyetek résen, és igen, alsógatyában ülök itt előttetek. Vissza a mezőre! Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és megnéztétek ezt a kis filmemet. Gyertek máskor is, nem mondom, hogy mit csináljátok, de úgyis tudjátok, hogy szabad mondani? Mondani szabad, csak kiírni nem szabad, hogy iratkozzatok fel. Ha-ha! Robi voltam a Fly videótól. Csokoládé! We'll be right back.